kicsit illesz a szájához, és fújja kifele. Amennyi a tüdőben van minden. Éppen egy szénmonoxid mérés folyik. Ezen is részt vehettek azok, akik ellátogattak a Báta Széki Egészségnap alkalmával megrendezett szűrővizsgálatokra. A vérnyomásmérés mellett az izom és testzsír összetételét, illetve a vércukorszintjét is megtudhatta bárki. Glidné Tilman Erzsébet, a szekszárdi Balassa János Kórházban működő egészségfejlesztési irodavezetője elmondta, a 2018-ban létrehozott intézmény számos programmal próbálja népszerűsíteni a megfelelő életvitel fontosságát. Megmérjük a vérnyomást, megmérjük a vércukrot, és hogyha ott emelkedettebb, magasabb értéket találunk, akkor azt mindenképpen megbeszéljük a hozzánk betérőkkel, és hát házi orvoshoz vagy szakorvoshoz irányítjuk. A másik közkedvelt vizsgálat, most főleg a Covid óta, ez a véroxigén mérés, úgyhogy ezt is meg szoktuk mérni. Ez különösen azoknak érdekes, akik dohányosok. De akik dohányosok, őnekik szénmonoxid mérést is tudunk végezni. A magas vérnyomás mellett szintén népbetegségnek számít az elhízás is. A testösszetételmérésből kiderül, hogy a testzsír és a zsigeri zsír milyen százalékban van jelen a szervezetben, és mik lehetnek azok a lépések, amik segítenek az értékek megváltoztatásában. Elég sok helyen voltunk most, akár a településeken, de falunapokra is megyünk hétvégente, és ott is azért olyan 30-an, 40-en, 50-en azért meglátogatnak bennünket, és szokták kérni ezeket a méréseket, és nagyon, akik minket meglátogatnak, nagyon hasznosnak érzik. És sajnos azt is el kell mondanom, hogy bizony vannak fiatal emberek, akiknél én magam is a múlt alkalommal, nem mondom melyik településen voltunk falunapon, 180-as vérnyomást mértem. Hát azért az nagyon magas, és ő nem tudott a magas vérnyomásáról. A magas vérnyomás tünetmentes is lehet egy ideig, ezért csendes gyilkosnak nevezik. Rendszeres szűrővizsgálatokkal azonban mint számos probléma, ez is időben felismerhető és kezelhető.